Ég a zsír. Egy este Norbival, ami sztárokat és pénztárcabarát ötleteket bőségesen, szénhidrátot csak nyomokban tartalmaz. Sóbert Norbi a konyhafőnök után most az Indexen ölti magára a kötényt, hogy bizonyítsa egykori mentorának, Rácz Jenőnek és feleségének Dórinak, hogy készen áll egy önálló főzős műsorra. Hogy sikerül-e a Vega quesadilla, azt még meglátjuk, de hogy eltalálja-e Dóri, hogy mennyibe kerül a feltállalt étel, az a műsor végén biztosan kiderül. Mai vendégem és mentorom Rácz Jenő és Dóri a felesége. Sziasztok! Szevasz Jenő! Remeg a kezem! Nem kell, hogy remeg a kezem, amikor tovább a konyhafő, oda több putok, és remegett a kezem. Úgyhogy, de ez kemény sztori volt, hiszen itt van veletem Dóri, a kedves felesége. Köszönöm aki, a meghívást! Köszönöm szépen! Akiről viszont tudni kell, hogy Dóri babát vár. És a babavárás a legszebb világban, amit el lehet élni. Az biztos. Hiszen mi a három túl vagyunk, lassan nagypapa leszek. Egy vasár készült neked, mert tudom, hogy vega vagy. Igen. Tehát ez egy külön kihívás számomra, és a Jenő segítségét kértem. Szóval egy vasár készült neked, egy olyan vacsorában, ami azt kell, hogy tudja, hogy vega legyen, és a 20 g CH-t ne lépje túl vacsorára. És hogy mennyibe kerül, az emberek azt gondolják, hogy az egészség nagyon drága, nincs idő semmire. Szóval ez adás arról szól, hogy este főz a család, összehozza az embereket. Este valaki főz, a férfi vagy a nő, a család oda jövő köré. Mind a musincák a fénye. És senki a telefonját nyomkodja, senki a tévét bámulja, hanem együtt van a család. És amikor a család együtt van, és egészségesen táplálkozik, akkor le is tud fogyni, és meg tudja őzni az egészséget. Ez most Jenő volt. Segítem, hogy bemutassam nektek. Hát ezen aggódok egy kicsit. Úgyhogy Jenő, hoztam neked egy ilyen égazsír kötényt. Ja, hogy most te adsz nekem kötényt. Igen, na, igen, hát mert szép baleset lesz, Orbikám, de akkor elfogadom a kötényt. A te tudásod nélkül ezt az adást nem elmel indítani. Úgyhogy, de mit főzünk mit fogunk egyáltalán, főzni? Mert figyelj, ezért én aggódom egy kicsit. Hát mivel boldog új év van, és ti Mexikóban voltatok. Igen. Na. Hát egy mexikói quesadillát fogunk csinálni, aha, de belevisszük az én ízlésemet is egy kicsit. De várjál, Norbi, a quesadillához hogy jön a falafel? Sehogy. Akkor jó. Akkor mondjuk, hogy mexikói... Azt akarom, hogy jól is lakjon, szegény. Jó, akkor ez olyan mexikói, mint ahogy kimegyünk a Blaha Luisa térig, nem? Hogy az sőt, majd de Mexikó. Sőt, a mexikói szavasgombát is használni fogjuk hozzá, mert én imádom a gombákat, és mindig ilyen szavasgomba aromás olajat szoktam használni. Úgyhogy azt is belviszem egy kicsit, úgyhogy itt összeadjuk a kettőnk fantáziáját. Akkor ez itt minden, ez nagyon fantáziadús lesz, de tényleg kíváncsi vagyok, úgyhogy... És nagyon gyorsan meg lesz. Én nem vállalom a felelősséget semmiért, de azt sem, amit mondasz, jó? Oké. Figyelj, viszont írd le, hogy szerinted egy ilyen quesadilla mennyibe kerül, és nem utasd meg nekünk. Ez nagyon fontos, mert az ár az egy nagy kifogás az életben. Na, szóval én elmondom, hogy azt fogom csinálni, Jenő, hogy én hoztam egy update tortillát, amiben van összesen kb. 10 g szénhidrát per darab, ez egy ilyen 50-60%-kal kevesebb. Hoztam hozzá egy kis humusz paddizsánkrémet, minden cukormentes. Tehát közel-keleti mexikói így van, fúzió. És te ígértél nekem ehhez valami isteni paprika, meg paradicsomkrémet, meg... Hát Norbi, tegnap engem felhívtál, hogy szeretnél egy ilyet csinálni, mondom, paradicsom az mindenképp legyen, úgyhogy... De kösz, hogy rám fogod, jó? Akkor figyelj, én elindítom, amit én tudok, jó? Na, először is légy szíves! Megmosom a paprikát, igen, mert a várandós anyukák, ugye... Ilyen zöldségkés, az jó hozzá? Teljesen jó. Oké, köszönöm szépen, ezt itt amúgy még a konyhafőnök, hogy ezt na jó, Norbi, de sokkal is a húzzunk bele, mert... Jó, én belehúzok. Én szépen elkezdem pirítani. Látom, elő van melegítve a sütő, az elő van melegítve. És figyelj, Norbi, van nálatok olaj? De van. Nem szarvasgombás olaj, normál olaj. Van, normál. Remélem, hogy normál olaj is van, nem csak szarvasgombás. Olja vagy napaforgó? Oliva az jó lesz. Oliva. Olivából elég jó vagyok látva. Igen? Parancsolj, itt az oliva olaj. Parancsolj, igen. Jó. És tányér? Egy tányér? A tányér van. Is van. Norbi, most úgy néz ki, hogy én átvettem itt a szerepet, és te dolgozol, és te én mondom, hogy mindenhol átveszed. Okay. Az a baj, hogy ez egy ilyen szakmai ártalom, ugye? De tanulni figyelj, akarok. Az van, hogy pici olívaolajat teszünk rá, igen, pici borsot is, és a só is kell. A kedvencem a rózsabors egyébként, aha, az a legjobb bors. Az jó, mert kis édes kis íze, igen, van. Pici bors, kicsi só. Oké, aha, még?
Jó. Okay. Pici masszást adunk neki. Jó. Az nagyon jó. Akkor fogjuk. És be is megy a sütőbe. 230 fokos sütőbe betesszük. Pontosan. Oda. Így. Ide fog alulra lefolyni a leve. Tök jó. Pontosan. Oké. Na, ez legalább 15-20 percig bent kéne, hogy legyen, majd megnézzük, hogy mennyire barnul. Jó. És akkor csináljuk, amit te szeretnél. Én akkor csinálom. Itt az olajat melegítem. Aha. Szépen. Itt a tűzön. És hoztam egy olyan szélecsökkentett Abil falafelt, amiben... Na, te mit fogsz főzni? Már azt mondtad, hogy áthívsz főzni, ennek ellenére falafelt fogsz sütni. Tortillát fogsz sütni, falafelt fogsz sütni. Na jó, én arra leszek kíváncsi, hogy ez ízben hogyan fog összejönni, mert tényleg az, hogy mexikói és még közel-keleti, el se tudom, szarvasgomba olajjal, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Na figyelj! Őrület lesz. A chili és a szavasgomba össze fog dolgozni, a szemed be fog könnyezni a drága feleségednek. Alig estére. Én elkényeztetve érzem Na, magam már. Szóval a lényeg az, hogy berakom ezeket a erősütött golyókat ide. Ugye én közben meghámozom itt a dolgokat neked, jó? Mint egy kis kukta. És kérem szépen, előveszek egy jó kis fokanalat. És figyelj, itt a tejfőle mi a terve? Egy ilyen kis fokhagymás tejföl? Egy fokhagymás tejföl kis sajta a tetejére, az ugye elég jó dolog, nem? Persze. Én betennék ennek a keszedének a belsejébe, betennék egy kis humuszt, egy kis paradizsánkrémet, egy kis sajtot. Uh-huh. Hogy mert ugye hát nem eszik hús, hát valami tartalom kell bele, nem? Hát persze, de attól még szerintem amit kéne csinálni, ha igen? Már gondolom egy ilyen pico de gallo-szerű dolgot csinálunk, ami hogy egy... Hogy mit? Pico de gallo? Aha, okay, nem tudom mi az. Szóval hát ha már mexikói nódi, akkor legyen mexikói pico de gallo, tehát egy ilyen kis paradicsom szalsza, amihez ugye kéne egy keverőtál, föl kell vágni apró kockára, vágjuk hozzá a friss fűszernövényt. Igen. Hát koriander jobb lenne, de akinek van otthon korianderje, az igen. Jó. A petrezselyem is rendben van. Igen. Közben nehogy leégjen ott. Azt nem akarom, hogy már... Aha, de láttam, ott már kell szépen barnulni. Nem, készítsünk elő egy kis tálat papírral. Remélem, hogy több vendég nem jön. Igen. Itt a hagymát akkor apróra kell vágni, jó? Én hozom a papírt, egy pillanatot kérek. Jó, kezdem alatt a munka. Na. Én ezt fölvágom akkor, jó? Ezt bevállalom, hogy itt ilyen hagymás kézzel megyek majd innen tovább. Nagyon kivételes helyzetben vagy, Norbi, mert még sose láttam, hogy a Jenő kuktálja bárkinek. Figyelj, ez őrület. Figyelj, én csak ezért voltam a Jenőnek, tudod, elég sokat fogytunk le együtt. Igen. De most muszáj egy kicsit stílust váltanom, mert az igazság, hogy a végeredmény a konyhába dől el. Este a konyhába dől el. Tehát hiába ez bárki bármennyit, ha este rosszul kajál, akkor megettem. Mert tudom, hogy mi ez a műsor. Te elhívsz ilyen top séfeket, és közben ilyen mesemondó esték, nem? Közben egy kicsit falafelt sütögetsz, már teljesen értem ezt. Jó van. Jó, lebuktam. Ennyi a sztori. Na, a falafel az már hűl, az nagyon jó. Én akkor most szépen a kész update tortillát meg fogom egy picit szavasgombolajon pirítani. Figyelj, szerintem tegyünk egy pici szarvasgomba olajat a tejfölbe. De tényleg is, ott visszaköszön. Figyelj, itt biztos, hogy lesz egy sípolás, de én azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet lehet a fokhagymás tejföl. Nézd meg, de nem kell sokat beletenni. Én nem vagyok egy nagy szarvasgomba olajpárti, ugye a friss szarvasgomba az mindig sokkal jobb. Hát jó, de az sokkal kerül. De most, hogyha arról beszélünk, igen, tehát hogyha arról beszélünk, hogy hogyan tudsz feldobni otthon egy tejfölt, akkor nem gondolom, hogy akkora vétek lenne, ugye, hogy az ember változatosan csinálja egy a dolgokat. Az ember sokat elgondolom, hogy a szarvasgomba, de azt nem tudják, hogy a fekete borsnak mennyi kilója. Aha, hát sok. Hát sok, több ezer forint. Hát több ezer? Ugyanúgy a szarvasgombának. Brutális. Hát igen, csak a szarvasgombából egy szeletet teszel a borsból, jó. Pedig egy kilót kéne használni. Hát egy kiló bors, meddig egy évig egy kiló bors, nem? Nézd meg, teszek bele sót borsot. Oké, okay. Itt a só. Pici, azt már tettem itt bele. Oké. Okay. Pici fokhagyma, de nem sokat. Nem szabad, hogy eluralkodjon rajta a fokhagyma íz. Az olyan, hogy pikáns legyen a háttérben. Uh-huh. De most tényleg én kezdtem el itt főzni. Hát a szósz! Pont azt figyeltem, hogy nem bírsz magaddal. Hát a szósz, hát most Jenő. Na figyelj, én ezt a főzni? Szósz megcsinálom. Akkor Norbi eddig a paradicsomot akkor vágd össze. Most tényleg azt mondtam, hogy Norbi konkrétan kisütött
nem tudom, öt, de nagyon darab okos, falafel. Nagyon okos, nagyon okos, hogy átvíz igazi főnök. Csak így kell csinálni a dolgot. Na, akkor összeállom a paradicsomat, jó? Semmi gond. Semmi gond. Végre valami. Megnézzük egy kicsit, hogy jól mennek itt a dolgok. Egy adokhoz egy fél paradicsom elég, nem Jenő? Persze, hogy elég. Oké. Okay. Tudod, sokkal szebben tudod válni, mint én. Norbi. Hát én... Figyelj! Itt az van, hogy ugye... Nem mutasd, hogy kell... Hát nem az, ez már nehéz, de azt kell csinálni, ugye, hogy szép kockára vágni, de hogyha nem sikerült esetleg, akkor igen. Még az megtörténhet. Jó, ez a megoldás, ugye? Igen. Csak ne szúrd le közben. Jó. Nézd meg, így megfogjuk. Szépen apróra vágjuk, jó? Így, igen. Ahogy így durván van összevágva, így már kezd olyan lenni, mint egy szalsza. Jó? Tehát, hogyha valaki nem tud, vagy nem szeretne, ugye... nem tud, vagy nem szeretne apró kockákra vágni, akkor azt meg tudjuk csinálni, ugye, hogy összezúzva hárítani, hogy jó legyen. Nekem ezt kell hárítani, kell tudni. Tehát hárítani. Nehogy odaégjen. Nem ég oda. És hidd el. Ez teljesen jó. Sőt, még lehet egy kicsit fokozni, egy kicsit pirítani jobban lehet. Közben ránézek a paprikára, hogy ez milyen állapotban. Az jó, van. Az jó lesz. Az szép. Működik. Jó? Na figyelj, én nézni foglak, jó? Jó, tehát egyik töltelék, az gondolom ez. Akkor föl kell vágni a fűszernövényt. Ez a másik. Akkor van itt egy pici csili, jól látom? Erős? Erős a csili. Várjál, kóstoljuk meg, mert én mindig amondó vagyok, hogy hát de miért? Hát most a feleségemmel akarsz etetni méreg erős csilit. De te is kóstold meg. Csip? Most kezd megjönni. Lehet, hogy le fog folyni. Jó, köszi, inkább ezt kiadjuk. Nem, elviszem. Nem olyan erős. Jó? Nem, jó, kelmesi. Nem iszom rá. Kóstold meg. Hogy... Nem, ez kellemes erős. Na jó, figyelj, ilyen két kis szeletet beleteszünk, jó? Jó. De többit azt el is veszem tőled, nekem nehogy itt a Dórinak baja legyen. Na, és közben ez még mindig nem pirult meg. Paradicsomkrém van készen. Ezt keverjük össze ezzel szerintem. Nem? Ahogy szeretnéd, Norbi, ez a te recepted, én segíteni jöttem. Hát én úgy csinálnám, hogy a paradicsomkrémet összekeverném ezzel. Ja, ameddig mesél a Norbi, addig én kicsim humusz megcsinálom neked a vacsorát. Egy kis humusz teszek bele, jó? A dologban. Na. Nagyon szép ez a tortilla. Abszolút. Na. Jó, van már egy kicsi retek is. Jó? Azt nem hát kell, ez... mert az külön dísz, nem? Az külön hát, dísz. Igazából frissességet tud belevinni, de én ehhez adnék pici citromnak a héját, jó? Azok lesz tehát előtt. Aki lime-ot szereti, aki citromot, jó? Mi most nekünk itt citrom van. Tehát citromnak a héját egy picit gyengéden, nem kell erősen nézd, az a lényeg. Igen. Megfogod. És nem is kell nagyon sok, csak egy pici. Jó, ez ad neki egy pici parfümösséget. Az illat az nem megy át, de óriás az illat. Nagyon jó illat van. Nagyon jó az illat. Parfümös. Már alig várom, hogy ez a fel megsült. Nézd meg, szép. És nézd meg, a citrusnak még a levét is hozzá kell adni, ettől lesz jó sav. Úristen. És akkor ehhez kell még só, bors, pici extra szűz olívaolaj. Oké. Okay. Jó, na. És én ezt hagyom is itt neked, jó, hogy visszaülök oda, és beszélgessünk. Összeakom a tölteléket, jó? Most kell összehozni, Norbi. Értem, meg lesz. Na, hajrá. Én amúgy egész jól tudok főzni. Ha nincs egy vizsga biztos. Addig találjuk ki, hogy mennyibe kerül. Teszek a belsébe egy kis... Na, leírtad már az összeget? Paradicsom salátát. Én azt gondolom, hogy ennyibe kerül egy adagnak, mert egy embernek egy adagi. Hát, hogyha elmegyünk valahova, igen. Ez normál ár. Kíváncsi leszek. Mit fogadunk meg az új évbe, Jenő? Én már nem fog tovább fogyni, azt megígérem. Aztán kifolyik a kötényemből. Hát én szerintem nem feltétlenül ugye a nem feltétlenül fogyást fogok megfogadni, hanem inkább az, hogy tehát annyit dolgozom, meg annyira ugye kevés idő van az embernek, kevés ideje, hogy többet szeretnék majd ugye a kislányunkkal otthon lenni, úgyhogy ez a legfontosabb. Istenem. Most. Egy kis sajtot is teszek a belsejében, jó? Aha, jó. Mert a sajtodban nagyon sok kálcium van. Meg és mi a te fogadalmad, Norbi?
Az én fogadalmam? Erre az évre. Hát az én fogadalmam az, hogy alapvetően megtartsam az embereket arra, hogy otthon együtt esténként főzni egy nagyon jó dolog, a legolcsóbb dolog, és legegészségesebb is a legolcsóbb csak dolog. Még ízesítsük sóval borsan. Még sóval borsan? Oké. Okay. Aha, nem volt rajta. Oké. Okay. És egy kis só. És betálom ezt is a belsejébe, úgy ízlésesen. És utána egy picit megpirítom mind a két oldalt, hogy keszadíja legyen. Így van? Uh-huh. A paprika az hogy áll? Hát az mondják ki. Igen, azt várom én, de az Jenő tüke, azt én nem tudom, hogy... Na persze, fognál rá. Igen. Ez egy jó krém lesz akkor a chipshez. Na nézzük meg. Jó? És egy pici sajt az van benne. Aha, pici petrezselyem. Tejfőt azt tegyek bele szerinted? Hát majd szerintem azt mellé kell. Azt mellé. Ne, csak azt mellé, a azt mellé. Fel kell már bele, meg a petrezselyem. Igen. Egy kicsi petrezselyem. Nagyon szép lesz, és akkor megpirítom mind a két oldalát. Így félbehajtjuk. Én soncsátom még ezt a díját. Lapítsd le. Tehát, hogy ilyen egy méretű legyen mindenhol. Aha. Úgy. Tudod, menjen ki a széléig, ugye? Igen, aha, igen. Okay. Hogy aki a szélét kapja, az is. Már én meghívtok engem most a szélére, meghívtok engem, jó? És egy kis pirítás. Ötös, hatoson? Szerinted tízesből? Szerintem jó. Ötös? Ötös? Aha, ötös. Ötösen fölül. Szép lassan. Szép lassan megpirítjuk. Jó. Szerintem takarítjuk rá. Igen, tudom, tudtam. Éreztem, hogy ez a Ez ott a konyhafőben, hogy takarítsunk. Oké, takarítunk. Hát nincsen más hátra, mint takarítás. Na, én megnézem gyorsan akkor a paprikát. Én meg a... Aha, meg is pirult, ahogy kell, szuper. Chipset álló. Igen, van valami olyan eszköz, amivel ki tudom szedni? Hogyne lenne. Egy tányér. Ilyen eszköz? Az jó. Az jó? Oké. Okay. Jó. Jó. Tányért is adok hozzá. Aha, azt is megköszönöm. És nézzétek, milyen gyönyörű, szexi lett. Azt a szép. Tehát 220 fok, 15-20 perc. Igen. Jó. Hú, de jó az illata. Úristen, de jó. Na, akkor te töröd a chipset? Hogy... Én töröm a chipset, és ezt mindjárt kiveszem ebből a jó. Sütőből, mert ez már itt, ez is a végig járja. Ezt megint megfogjuk. Félbevágjuk. Picit forró, általában célszerű várni vele. Az emberek várjanak, mert a Jenőnek ólomból van a keze. Uh-huh. Teflonból is. Teflonból van a keze, teflonból és keze. Teljesen hőálló. Mit csinálsz? Meg fogsz puszta kézzel 220 fokos paprikát? Mondom, hogy nem normális. Baromira forró. De ahogy Mexikóban mondanák, rapido. Minél gyorsan, de Norbi, gyerünk. Ez már kevés idő ez van hátra. Ez kész van igazából. Ezt kiveszem és ketté vágom így, ugye? Aha, teljesen. De figyelj, ez két adagos kövel lesz. Ez sok, nem? Hát figyelj, én is megkóstolom. Ja, te is megkóstolod, értettem. Oké. Okay. Nézd meg, megfogjuk. Leszoktam kapirgálni a héját. Oké. Okay. Én szerintem nagyon szépen ketté vágom, oké? Okay? Persze. Meg minden két oldala megvan? Megvan. Na, szerintem a nagyobbikat fogja kapni a Dóri. Inkább a szebbiket, jó? A szebbiket, hozok egy tányért. Mondjuk, a mexikói sűrű tányér kéne hozzá. Megnézzük, hogy mi van. Tányér. Aha. Ez jó, ez egy kis aszték. Igen. Aszték. Aszték tányér. Megfogjuk, ilyen darabokra vágjuk. Így. Akkor még falafelt is tegyél mellé nekem. Szerinted? Nehogy lemaradjon, szerinted? Mert azóta azt nézem, mióta kép van. Azt azóta? Na várjál. Teszik a kis falafelt. És ezt megkóstolod, de rájössz, Norbi. És ez egy ilyen kis ez hol szánod? Paprika kárpáccsó. Tetejére, nem? Az is lehet. Olívaolaj, az ez, ugye? Igen. Jó, most teszünk rá még borsót.
ilyenkor ez a paprika attól megsütötted, méz édes. Egy pici szalos gomba. És még egy pici csilit is. Nézd így, cikcakba. Cikcakba, nézd így. Aha, no, így. Na, pók, háló. Összefutott a nyára számban. Még egy rumorba főzni. Pici csilit is teszünk rá. Tessék, egy kicsit retróba. De na. Is készült. Várjál, hát ez nem úgy van ahhoz, hogy ezt odaadom. Hát teszek tetejére egy kis tejfölt. Így, neked. Egy pici sajtot még ide is. Így, retróba. És akkor, ha már ez is így... Szuper! Ez meg, még ja, egy kis, ezt akartam, igen, egy kis zöld csírát. Várjál. Csírát a csírától. És ezt így tálalod. Hát na. Nagyon szépen köszönöm, srácok! Most kóstol, mert adok kést és villát. Úristen! Na életem, kóstoljál akkor. Tudod, mit akarok megkóstolni? A na. Paprikát majd. Nagyon jól néz ki. Hú, azt is meg akarom kóstolni a paprikát egyébként, megmondom őszintén. Na, Norbi, hozz akkor egy villát. Hozzok egy villát. Nézzük meg, hogy a paprika az milyen. Béna vagyok. No. Jó? Uh-huh. Ez a falafel is nagyon finom. Na, a falafel az ultra jó egyébként. Azt nem lehet elrontani. Megkossom. A keszedélye is jó lett. Nem 100%-ig mexikói, de nagyon jó íze van. Úgyhogy szerintem minden várandós kismama boldog lehet egy ilyen vacsorával. Úgyhogy köszönöm szépen. Édes Istenem. Hogy aki fogyni akar. Vagy és aki fogyni akar. Fihet, te lesz 2022 a legszexi kismama egész Magyarországon. Köszönöm szépen. Jelenleg a legboldogabb apuka. Elköszönni tőletek, nézd meg, hogy mennyit tippeltél egy adag kajára. Jenőkém, tehát 2500 forintot mondtál étteremben. Mivel alapjánban ismertek vagytok, az 1800-at írtatok föl ide. A valóság ettől kedvezőbb, egy ilyen adag kaja 1300 forintba kerül, a képernyőn meg tudjátok nézni. Rácz Jenő és Dóri 1800 forintra tippelte a vacsorát, a végösszeg azonban mindössze 1300 forint lett. A recept megtalálható a leírásban, újabb vacsorával egy hét múlva várunk az Indexen. Hát nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, Marga, meghívást. Köszönöm szépen, sziasztok, ég a zsír. Vega quesadilla. Rendezd meg ezt az ételt a 4. héten az update1.hu oldalon.